Na, itthon van. Ó, békesség Istentől, kedves ismerősök, régi ismerősök önnek. Békesség. Isten hozta önöket. Köszönjük szépen. Na, tessenek, beljebb. De jól megjöttünk. Tessenek. Örülök, hogy itt mondtál. Kecskemétre jövünk autóval. Hát elég hosszú. Nehéz volt az út. Nehéz volt. Elfáradtak. Kicsit. Itt a mezőségen jöttek hátul? A tavak fele? Itt a ja, tavak. Igen. Körülbelül hány családra számíthatunk, aki még foglalkozik a nárdal? Hát én azt mondanám, hogy szinte minden háznál, sőt a gyerekek is ahogy felnőnek, akkor megtanítják őket, hogy hogy kell egy fakanaltartót megkötni, vagy egy üveget befonni náddal, és ilyen apró munkákkal kezdik, de ügyesen meg tudják fonni. Ez az egyházé, ez nagyon régi szatyor, ebben szoktuk hordozni a kegyszereket, vagy úrvacsorát vinni a betegekhez, ezzel a régi szatyorral. Mennyi idős lehet ez a szatyor? Hát van 100 éves, biztos. 100 éves van. Hogy... Úgy használják, hogy a bort teszik ebbe, és úgy hozzák ide a parokiára, az úrasztalára. Ő ezt ajándékba készítette nekem akkor, és azóta is, amikor fölteszem, végigmegyek a falun, mindenki ismeri, hogy na ugye ezt Rózika készítette, Borbát Rózi. Azért igyekeztünk, igen, hogy mindenképpen felkerüljön a filmre az, hogy hogy vágják a nádat. A nádat, igen. Most elkéstünk? Nem, épp javában. Pont jókor. Akkor meg vagyok nyugodtban. Sőt, nagy szükség van a segítségre. Jóska bátyám! Igen? Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Hát hogy megy a vágás? Mennyi van eddig? Hát jó sokat sikerült. Várjon a kezét, hagyj fogjam meg. Jó sikerült az idén. Jó volt az idő is, meleg van, mert nagy a víz, és mikor hideg van a vízben. Hány zsupnál tartunk? Hát ha jó formában vagyok, egy olyan 30 zsup meg lesz. Jaj, az már nagyon jó. Napi 30. Nos, a másik nap kevesebb, attól függ, hogy a körülményektől. 40 éve, 16 éves koromtól ezt csinálom. De az... És most... Ki mutatta magának meg a helyet? Hát édesapám mutatta meg. És neki az én nagytatám, ez így öröklődik. Ez a kereknád. Ebből készítsük a legfinomabb portékákat, mondjuk kalapot, üveget befonunk. Uh-huh. Akkor van a másik fajta, ami sokkal szélesebb, háromszor ilyen széles vastaga. Mi a neve? Az a laposnád. Abból lábtörlőt, szatyrot készítünk, kenyeres kosarat, ilyesmit. Hát így megy a munka, van segítség is. Hát igen. Honnan lehet tudni, hogy megérett a gyékény? Onnan, hogyha elvágjuk a gyékényt, igen, kibontjuk így a közepét, így két felé vesszük, így, akkor megnézzük a középső szálat, amit mi bélnek nevezünk. Így. Ez a leg az a közepe. És megfogjuk így. Igen. És ha elszakad, az nincs megérve. Az nem jó. Az nem jó. A kihúzásnál úgy történik a dolog, hogy az ilyen kötegeket így összekössük a nyirájánál, a hegyéné. Egymáskor rakunk 5-6-ot, és kihúzzuk a vizen. Na, nem jól állok. Látszadjon. Így. Egy. Nem, hogy nem szárad, hanem el is tud romolni. Ezt így tesszük körülbelül ilyen V alakba így egymásra. Itt összekössük az egészet így egybe, egy kötélle. Így. Ez az
na most itt utána. Most megpróbáljuk húzni ki. De emeli is? Így, egy ennyire meg kellene. Annyira meg, én is várjon. Jó. A farkát. Meddig marad itt? Legalább 4-5 napig, hogy száradjon és könnyüljön, mert így nagyon nehéz, mert vizes és zöld. Akkor összekössük zsúpokba. Reggel készítünk el kötelet körülbelül, amennyire gondoljuk, hogy egy nap össze tudunk kötni annyit. Így. Ez az. Ez a kötélkészítés. Ebbe rakunk egy zsúpnádat. Igen. Így. Mindig a... Így. Hogy legyen egyezve a vége. Összeüti a tövét. Igen, a tövét. Így szépen így egymásra rakjuk. Így. Elhelyezzük. Így egyszer megtekerjük a kötelet. Igen. Akkor innen veszünk a farkából, egy ennyit, azzal és együtt visszük, így, hogy legyen egyforma a töve. A töve így. Jó napot kívánok! Segítek én is. Üdvözlöm, Sándor! Édesanyámtól tanultam, ő csak a igen. Erre porgalóra készített, és vittem édesapámnak az ebédet vele a mezőre. Azt mondja, hogy 3, 6, 8 van. Igen. Ugyanaz a módszer végig? Igen. Hoppá. Várjon, melyik az, amelyik egyik, másik? Ezzel áll. Ez a kettő meg ide? Igen. Jó. Ez már a füle. Csináljam meg a fület, hogy... Igen. Mi ennek a neve? Kantár. Kantár. Ebéd hordó kantár. Békesség, Margit néném! Békesség! Ma reggel hozták. Igen? Igen, úgy vettük ma reggel. Annyira sárga, mint az aranyolja. Hát igen, a naptól megszáradott. Ez gyönyörű. Valamelyik nincs is még kibontva. Ez ott lapos feljebb. Vagy kerek? Kerek. Kerek, ez is. Hát ezek mind új. Ez új? Új. És amelyik 3 éves, meg amelyik 5 éves? Amelyik régik ezek. Ez a bele. Igen. Evel még a kötnivalója. Igen. Ez is a kötnivalója. Ezek már csak mondjuk, ha szotrat köt, akkor berakó. Berakó. És ez már falvédőnek való. Annak, aminek egy ilyen nagy barna van a tetején. Igen, igen. Az mi? Az Bicikó, mi úgy mondjuk. Bicikó, de jó neve van, Bicikó. Mondjuk. Gyula bátyám, mi lesz ebből? Miből? Hát ebből. Gyékény. Gyékény. És hova kerül? Falvédő. Igen.
Ez a cifra, ez a paraszt. Ez a paraszt. Uh-huh. Merre járt maga nádat vágni? Mondom, Bőrlát, a Delta, Túlcsaki vidéke, Möjlük, a Májlük, Csepa, Tatonír. A Duna-deltába akkor hányan mentek? Többen is egyszerre? Egyszer mentünk 60-an egyszerre. 60-an? 60-an, kerek 60-an. És mivel mentek odáig? Vonatta. Igen. És meddig maradtak, meddig vágtak? Hát, hogy, hogy. Vágtuk 2-3 hétig, mikor, ahogy, sikerült. Igen. Aztán hajóra tettük, hoztuk be Galacra, Túlcsára. Hogy kell vészegni? Hát hogy kell, egyiket a másikra teszik be az ember. Kétszer kell, nem egyszer. Kétszer kell bétűrni. Na, mi a másik rend? Lássa. Ez aztán le nyomja egészen. Laci megcsinálja. Füles, gyere onnan! Bejöhetek? Nyugodtan, tessék jó, jönni. Gyere, Füles, gyere, szagolj meg, gyere, szagolj meg, gyere. Csak kutya te. Tessék jönni, nyugodtan. Jövök. Nagyon rég láttam magát, üdvözlöm. Én is. Ugye? Megvan az ember? Megvan, tessék parancsolni. Menjek be hozzá, jó? Igen. Bemegyek. Te pontosan a nádamra feküdjél. Belefogja a végét. Igen, aztán így csavarom ideinné rá. Megtűröm jól, ha tudjam hajtani. Uh-huh. Így, tetszik tudni, mi? Szorosan. Igen, kereken. Össze van csavarva, hogy nem bomlik ki ez a nád. Uh-huh. Az a jó, ha nem marad luk. Igen, de jó lesz így is. Hát betelítődik azzal a fűzőszállal a luk. Be lehet tölteni. Betölti. Ezt alá teszi? Alá, igen. Aztán lehet menni így körbe. De még a közepén? Varni. Itt már nem. Most kezdi varni. Igen. Régen voltak fonók, esténként dolgoztunk. Jártunk összes. Dolgoztunk el a nádmunkával. Csak férfiak? Csak férfiak, a nők külön. Volt régen minden, nem most már minden meg van szűnve. Hányan jöttek össze a fonóban? 56-on. Uh-huh. Mindenki vitte a munkáját, meg igen, az anyagát. Mindenki vitte az anyagát. Uh-huh. 10 óráig, 11-ig dolgoztunk, és akkor mentünk haza. Ez melyik fajta gyékeny? Az a lapos nád. Lapos. Úgy mondják neki. Lapos nád. Mert szívósabb. Igen? Erős, igen. A másik az még törékeny, de ez jó. Tetszik, látom, ilyen erős. Látom. Ezzel a fűzéssel milyen tárgyakat készítettek? Így, ha visszagondol a régi időkre, ettől napjaidban. Még ilyen kerek lábtörlőket is, ilyen kerek kosarakat, ilyeneket is csinálták. Akkor még az a mélyfogókat. Igen, mélyfogó. És még valami volt, azt mondják, hogy valamit a gyerekeknek is csináltak. Jaj, állókát. Az a neve? Igen. Az hogy néz ki? Hát így kerek volt az alja, de ilyen széles. Igen. És akkor úgy húzták össze, fejül szabba állott a gyerek, és nem borult fel. Uh-huh.
nem tudott rosszalkodni, elmenni erre-arra. Én így szúlok hátra, és légen, hogy itt ne szúrjam keresztül. Igen, a már meglevőt. Igen. Vágjuk el itt. Össze kell illeszteni. Össze, érjen össze. Igen. Ha egy hézeg is marad, akkor sincs baj. Igen. Márkány mindig volt? Ez mindig kell. Régen is volt? Volt. Ennek mi is a neve, ami most történik? Leszegés. Leszegés. Tessék. Áldás, békesség. Tessék bejönni. Tiszteletes úr küldött magukhoz. Tessék bejönni. Köszönöm szépen. Tessék. Azt mondják, hogy itt vannak a szatyorkötők. Szatyorkötők, igen. Igen. Jó helyen járom? Jó helyen tetszik járni. Igen, tessék. Most rakom be. Ja, ez a neve? Ez a neve, berakás. Ez ölbe készíti? Igen, igen, igen. Aztán utána tesszük a formára, amikor elkészül az alja. Igen. Feneke, így jobban mondva. Úgy. Igen, ez lesz hozzá? Igen, igen, az a forma. Igen. És arra fogjuk feltenni. Most akkor a fenekének vagyunk a közepén. Igen, a fenekét próbálja, igen, most rakjuk be a közepét. Igen. Ez a fonája, ez az, pedig az a szín. A színe. Uh-huh. Értem a végére, itt a szálakat összetűröm, és átfordítom. És akkor lesz a színe. Vigyázat, jön valaki. Ja, jöjjenek, nyugodtan. Jó napot kívánok. Egészség. Na, foglaljatok helyet nálunk, gyertek dolgozni. Könnyebb lesz így. Igen. Jobban megy a munka, tessék. Közben beszélgetünk egy kicsit. Igen. Kitől tanult? Szüleimtől, vagy mi így születtünk, vagy megszülettünk mindjárt. Tudtuk a nádat. Előbb nádat bontani, utána sírni. Először nádat bontani, aztán sírni. Igen. Most megfordítottam a látom, a fonákjára. Igen. Ez melyik fajta szatyor lesz? Ez a cifrás lesz. Cifrás. Ez a farozás. Ez a farozás, igen, akkor tudjam meg, hogy tudjam. Érzi, hogy megfáradt egy kicsit? Igen, igen, ez csak így nedvesen lehet vele dolgozni. Most akkor ráteszem a formát. Igen. Most felkötöm. Ott a sarkán könnyebb megkötni. Könnyebb, így végig megkötöm mindenhol. Na most felszegem a minden szálat. Az hogy megy? Ezt meghagyok egy szálat. Egy utolsót? Utolsó, így. Látom. Egy urkot, igen. Figyel. Akkor minden szálat így letűrök. Lehajtom, mindig így veszem előtte való szálat. Hátra. Igen. Egy előtt és mögé. Igen, így. Tehát. Sinorozás, igen. Ezzel kezdjük meg, ahogy felszegtük, lesinorozunk, így. Kezdjük meg, ez az első sor. Most jön a macskanyom? Igen, most két szálat veszek. Kettő előtt, kettő mögött? Igen, igen. Most így néz ki a macskanyom, aztán az egész. A teli van. Igen, a teli van. Várjunk, ez itt mind macskanyom. Mind macskanyom, igen. Ez mind cifra. És ez a sejemcsík. Sejemcsík a neve. Neve, igen. Igen. Ez a cifra. Egy megy alul, és egy kereszt. Igen, elkeresztezi a szálat. Igen. Lehúzzuk a formáról, és akkor most meg beszegjük. Minden szálat úgy behajtunk. És most? Most ebben az urakban most be. Így. És akkor lehúzni is fogjuk. Nem kell valamit.
de szép szabályos. Na, milyen szép kalapok. Ez kicsi. Ez is kicsi. Na, ez pont jó. Póli néné, megjöttünk! Jól van, tessék bejönni! Jöjjünk be! Jó, leveszem a kalapom maga előtt. Hát én varrónőként jöttem ide, és a férjem családja nálda dolgozott. Uh-huh. És annyira megszerettem, hogy inkább elhagytam a varrást. Jó, tettem. És megtanultam, mert olyan nyugtató, szórakoztató is, meg nyugtató is. Igen. Ez a kalapnak a teteje, úgy mondjuk, ez igen. Tető. Két csoportba rakom belé. Igen. Legalább 24 szálat. Igen. 12-12? Igen. És akkor elosztom négyessével, utána kettessével, végül aztán egyesével, és utána kitoldom. Még. Mind az egész szálat. Megöntöttem, és meg van puhulva. Igen, de nagyon érezni, hogy nagyon jó puha. Puha. Na. Régi dolog ez a kalap? Nem olyan nagyon. Nem annyira. Hát, nem annyira. Hát 20 évnél igen. Valamivel lehet, hogy több. Amikor én idejöttem 60-ba, akkor nem. Üveg tokot kötöttek, emlékszem, amit na, dugónak hívtak. Na. És valami szotyrakat is kötöttek igen. Akkor. Aztán a kalapot, amikor Beondi Dezső tanár igen. Eljött ide a faluba, igen. Akkor kezdtek így egyebeket is, szebb dolgokat, és kalapokat is. De úgy tudom, hogy Szegedi Ilka nénit tetszett ismerni. Na ő... Őt mondják. Ő volt az első mestere a kalapoknak, amit aztán ő elindított. Mert... Akkor lehet, hogy ő találta ki. Hát ki volt Ilka? Találva? Vagy ki csak volt, nem volt olyan szép? Csúnya kalapok ja, tömött voltam. Volt. Igen. Nem volt ilyen nem volt ilyen cifrás. Na. A kötnivaló itt van, ami vékonyabb. Igen. Azt úgy hívjuk, hogy kötnivaló. Uh-huh. És amit el lehet hasítani, azt berakjuk. Ennek na. A szép fele van fölfelé most. Arra nagyon kell vigyázni, igen. Mert kifordul. Van a nádnak színe is, fonája is. Igen. És ezért mindig ott kell legyen az ujjunk, igen. Hogy el ne forduljon. A színe van mindig a kifelé. A színe van felül, igen. Igen, felül és befelé a fonát. Igen. Na most már betódtam. Igen. Most szedem szét. Először most. Most de minden második... Ott veszek együtt, igen. És külön-külön, mondom, minden második. Igen. Még lesz toldás, vagy már többé? Toldás itt nem lesz. Ez egy kalapforma, erre kötjük, és így rá kötjük. Uh-huh. Na, náddal vagy. Igen. Fontos. Na. Csak úgy. Egy elég? Nem, sok kell. Általában így kötik fel. Na, így forgatom. Meg kell húzni, és rájön a formára. Na. Ezt így ki kell nyitni. Úgy kötöm a formán egész eddig, és igen. Itt megint kitoldom. Ott volt toldva? Itt. Ki van toldva meg? Itt, igen. Minden még egyszer annyi? Két szálhoz, itt minden kettőhöz teszek egyet. Csak. Igen. És akkor az elég. Thank you.
van a kóboly, igen. A fél kóboly, a kicsi karimájú, és a sapka. Na. Meg a női. Meg a női. Na, a ez... Nőiben nincs változat. Nincs.